Folytatódik a krízis a Sepsiszentgyörgyi Sepsi USK első ligás labdarúgó csapatánál. Idén 9 mérkőzésből csak egyet sikerült megnyerniük. Legutóbb a konstancai Vítorul tartalékos csapata ellen játszottak hazai pályán gól nélküli döntetlenre. Tudni, de a perioada de crize, eu nu mi-aduc aminte. Cred că eu când am venit aici, echipa, dacă nu greșesc, era pe primul loc, nu? Ezzel az iróniának szánt replikával reagált Eugenia Nyagoyi, a Sepsi USK vezető edzője arra a felvetésre, hogy válságos időszakot él át a csapata. Mindezt annak ellenére, hogy a tavasszal csak meggyesen tudott nyerni, van 2 döntetlenje és 6 veresége. Ráadásul a konstancai Vítorul, amelyel 0-0-ra játszott, gyakorlatilag a második csapattal érkezett. Azt a döntést hoztam, hogy olyan játékosokat használjak, akik eddig kevesebbet játszottak. Egy fontos idegenbeli meccsen a playoffban, mert a héten 3 mérkőzésünk van. 10 új játékosunk volt, és a többiek, akik pályára léptek, nagyon jól teljesítettek. Voltak időszakok, amikor az ellenfél fölé nőttünk, és azt hiszem, megérdemeltük volna a győzelmet. Noha csak bukdácsol az idén, és az őszi teljesítménynek köszönhetően jutott rájátszásba, a Sepsi OSK edzője még mindig európai kupa szereplést emleget. Ha sikerül feljebb lépni a negyedik helyre, bizonyos feltételek mellett indulhatunk az Európa Ligában. Ezt szeretnénk. Ma este azonban gyengén játszottunk, ez az igazság. A mérkőzés egyetlen jó híre, hogy több hónapos kényszerpihenő után először lépett pályára hivatalos mérkőzésen Fülöp István, aki abban bízik, hogy visszatérése után a csapatjátéka is felvonul. Nincsenek eredmények, ez az oka annak, hogy gyengében játszunk, nem jön ki semmi, és reméljük, hogy a következő meccseken tudunk javítani ezen, és fel a fejel, mert nincs más választásunk. A Sepsi OSK következő mérkőzése hétfőn este 9 órától lesz, amikor Bukarestben a Fécsi CB vendégeként lép pályára.